Áfacsökkentés kérdésekkel vendéglátósokat tájékoztattak a Pécsi Kereskedelmi Kamaránál. Sólyom Katalin kapta a Tüke díjat, egy civil szervezet munkáját is elismerték szombaton. Nem járt a komp a hétvégén, erős volt a jégzajlás Mohácsnál. Az eljegyzéstől a NASZ útig felsorakoztak a szolgáltatók az esküvő kiállításon. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Január 23-át egy gyásznappá nyilvánította a kormány a 16 halálos áldozatot követelő veronai buszbaleset miatt. Egyelőre nem tudták azonosítani az áldozatokat és a két válságos állapotban lévő sérültet sem, mondta a külgazdaság és külügyminiszter. Szirjátor Péter beszámolt róla, hogy a szülőktől DNS mintát vettek, és a következő napokban vetik össze az elhunytak DNS-ével, az azonosítás azonban jó néhány napig tarthat. Nagyban nehezíti, hogy a szombati nap folyamán háromszor változott az utaslista a létszám és az összetétel tekintetében is, miután ellentmondásos közlés érkezett az iskolából és az utasoktól. A buszon 54 utas és két sofőr tartózkodott, az utasok közül 43 fiatalkorú volt. Mikor kell 18%-os áfával számolni egy kávét, mennyibe kerül az étel, ha elvitelre kérik, mivel kell számolni kitelepüléskor az éttermeknek? Többek között ezek a kérdések merültek fel a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatóján hétfőn. Januártól ugyanis 18-27%-os forgalmi adóval kell számolni az éttermekben, attól függően, hogy milyen szolgáltatást vettek igénybe a vendégek. Azonban ez a gyakorlatban nem mindig jelent egyértelmű helyzetet, ezért tájékoztatták a szabályozás részleteiről az érintetteket a kamarában. Milyen elbírálás alá esik, ha valaki úgy tervezi, hogy helyben eszi meg az ételt, de aztán mégsem ír bele, és egy részét elcsomagolhatja? Vagy miért kell más áfát számolni a kávéra egy hotelben, attól függően, hol issza meg a vendég? Számtalan kérdés merül fel a forgalmi adó idei változtatásával kapcsolatban. Mint ismert, a törvény szerint 27 vagy 18%-os áfával kell számolni, attól függően, hogy az adott vendéglátóhelyen történt-e szolgáltatás vagy sem. Azonban a gyakorlatban nehéz ezt elkülöníteni. Eléggé átjárhatók itt az üzlettípusok, tehát azért vannak olyan konkrét üzletek most, mint például egy nappali bár, ahol ugyanúgy készíthetnek szűkebb választékban, de meleg ételt, hiszen megvannak azok a tárgyi és személyi feltételek, amelyek szükségesek. Viszont ezek az ilyen típusú üzletek teljes mértékben ki vannak zárva a lehetőségek közül. Vagyis hiába fogyasztanak helyben készült meleg konyhai készítményt, nem tartoznak a szolgáltatási jegyzék szerint az éttermek közé, így nem élhetnek a 18%-os áfával. Ezen kellene változtatni, de azon is, hogy ugyanarra a pizzára például kiszárítva 27%-os, helyben fogyasztva 18%-os forgalmi adókulcs érvényes. Az eredeti szándék, hogy jövedelmezőbb legyen a vendéglátás, jó volt, ebben egyetértenek. De a gyakorlathoz kellene igazítani a szabályozást, vélik a szakmabeliek a sajtóhírek szerint. Ezért szervezett tájékoztató napot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az éttermi áfa csökkentésről hétfőn. Amit sajtóban olvastunk, azokat is mi ma itt előhozzuk és megbeszéljük természetesen. Tehát figyelünk minden információra, ami nem csak a vállalkozóktól, hanem a sajtótól is jön, hiszen ők is kapnak információkat, és ebből tudunk igazán levonni következtetéseket a jövőre vonatkozóan is. A fórumon elhangzottak a felvetődött kérdések, tisztázatlan helyzetek továbbításra kerülnek. Így a döntéshozók alakíthatnak a jelenlegi szabályozáson, ha szükséges, mondja az alelnök. Páva Zsolt Pécs polgármestere hétfőn reggel elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Pécs területén, egyidejűleg három monitorállomás mérései alapján az elmúlt két egymást követő napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket a szállópor légköri koncentrációja.
A porészecskék ingellik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyárkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel és a toxikus anyagokkal szemben. A légszennyezettség további romlását elkerülendően kérik, kerüljék a személygépjárművek, főként a dízel üzeműek használatát. Utazzanak tömegközlekedéssel vagy gyalogosan, kerüljék a szénnel, illetve a fával történő tüzelést. Ha tehetik, ne tartózkodjanak a szabadban, kerüljék az aktív testmozgást nyílt területen, illetve ne szellőztessenek, amíg ilyen magas a légszennyezettségi érték, javasolják a szakemberek. Egyébként az ország nagy részében tovább romlott a levegő minősége, magas szállópor tartalom miatt most már 17 település levegője veszélyes. Budapesten, Miskolcon és Salgótarjánban is elrendelték a smogriadót. A szakemberek azt kérik, aki teheti, ne fűtsön fával vagy olajjal. Budapesten egyébként hétfőtől nem közlekedhetnek a környezetet leginkább szennyező autók, vagyis amelyeknek 0-as, 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es a környezetvédelmi besorolása. A korlátozást a rendőrség vizsgálja, aki nem tartja be, 150 ezer forintos bírságra is számíthat. Hétfőn is csak a Dunántúlon élénkülhet meg a légmozgás, kedden lehetnek többfelé élénk, a Dunántúl északi felén erős széllökések. Garázs égett Pécsett, hajnali 5 óra 40 perckor érkezett a riasztás, hogy a Dobó István utca egyik családi házának garázsa ég. A tulajdonos még a tűzoltók kiérkezése előtt elkezdte oltani a lángokat, ám szükség volt mesterlövészek bevetésére is, hiszen a helyiségben több gázpalack is volt raktáron. Egy darab nitrogénpalack, két darab orvosi oxigénpalack, két darab 23 kilós propán-bután gázpalack, egy darab diszupalack, egy darab oxigénpalack és egy darab 6 kilós PP gázpalack volt érintett a tűzben. Ezeket az egységeink vagy kihozták a melléképületből, vagy a mesterlövésznek való kilövetése iránt intézkedni kellett. A garázs tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett, őt a mentők további vizsgálatra kórházba szállították. A kilövés biztonságos végrehajtása érdekében a környező utcákat lezárt. Ez most már jelen pillanatban feloldásra is került. A környező ingatlanokból is ki kellett személyeket telepíteni, ezt a rendőrség hajtotta végre, összesen 4 fő volt érintett. A palackokat a szomszédos iskola egyik helyiségéből kiindulva lőtték ki, az iskolában lévő gyermekek nem voltak veszélyeztetve. Az egységeink a palackokból kiáramló tüzet és füstöt fékezték meg, valamint folyamatosan mérték a palackok hőmérsékletét. Miniszteri elismerésben részesült a Janus Egyetemi Színház január 22-én a Magyar Kultúra napján. A Csokonai Vitéz Mihály díj két kategóriában adományozható állami kitüntetés, mely 2003 óta kerül évente, január 22-én a Magyar Kultúra napján kiosztásra. A Csokonai díjjal kitüntetett alkotó együttes vagy közösség az adományozásról igazoló okiratot és érmet kap. A bronzból készült 80 mm átmérőjű és 8 mm vastagságú plakett Péterfi László szobrászművész alkotása. Az érmen a névadó költő arcképe látható, és a Csokonai Vitéz Mihály alkotó, illetve közösségi díj felirat. A Csokonai Vitéz Mihály közösségi díja nem hivatásos amatőr színjátszás, vers és prózamondás, bábjátszás, kórus és zeneművészet, képző, fotó, film, videoművészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő, hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző, amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek adományozható állami kitüntetés. Sólyom Katalin kapta az idei tükedíjat. A Pécsi Polgárok és a Tüke Alapítvány kuratóriuma a városért végzett kiemelkedő teljesítményért jutalmazta a színművészt. Idén is elismerték egy civil szervezet munkáját, oklevelet és emlékplakettet kapott a Pécsi Jótékony Nőegylet. A 14. tükedíjat adó szombat este volt Donkötárban. Sólyom Katalinra szavaztak a pécsiek, a színművész vehette át idén a tükedíjat. A díjazott közel 50 éve tagja a Pécsi Nemzeti Színháznak. Játszik a Csongor és Tündében, ahol Mirigy szerepét alakítja, de például a Macskajáték Egérkéjét és Hamlet Gertrudiszát is ő játsza, mintegy 136 színházi szereppel büszkélkedhet. Szombaton elmondta, először megrendült, majd egy napig félt is, hogy ráesett a választás. Muszáj elmondanom, mert tényleg így éreztem, hogy olyan nagy emberek kaphatják meg ezt a díjat, akik között nekem nincsen helyem. Aztán egy nap múlva megtudtam, hogy milyen sok ember
szavazott rám. És akkor arra gondoltam, hogy ezeknek az embereknek én nem mondhatok nemet, meg hogy hálásnak kell lennem, hiszen ezek tudják, hogy valahogy csak tettem ezért a városért. A díját adón egy pécsi civil szervezet is oklevelet, valamint emlékplakettet kapott. A kuratóriumi tagok a már 2 évtizede működő pécsi jótékony nőegyletnek mondtak köszönetet. A szervezet vezetője elérzékenyülve fogadta az elismerést. A pécsi jótékony nőegylet nevében meghatódva állok itt. 20 éve nagyon fiatalok voltunk, amikor ezt a gondolatot elindítottuk. Tulajdonképpen mi nők, asszonyok is segíteni szerettünk volna a városi közjó megvalósítása érdekében. Mindezt úgy tették és teszik, hogy a Nincs Ebédem program keretében szegény sorsú gyerekeknek biztosítják a meleg étkezést. Idén egyébként több mint 1400 szavazat érkezett a pécsiektől a Tükedi jelöltjeire. Közöttük volt grafikus, fotós, felszolgáló és festőművész is. A Lions Klubok Magyarországi Szövetsége január 21-én rendezett központi bálján dr. Decsi Tamás egyetemi tanárnak, a klinikai központ orvosigazgatójának, a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának adta át a 2016. évi Lions díjat. Az elismerést a szövetség 2012-ben alapította, azzal a céllal, hogy országosan ismerjék el azokat a támogatóikat, akik nagy mértékben hozzájárultak a Lions szervezetek eredményes működéséhez, a mozgalom ismertségének és sikerességének növeléséhez. A Lions International mozgalom 2017-ben ünnepli alapításának centenáriumát. A II. Világháború végén kezdődő délvidéki mészállásra emlékeztek Pécsen. 1944-ben a Bácskába bevonuló szerb partizán csapatok és a helyiek lemészárolták az ott élő magyarokat, mintegy 50 ezer ember esett áldozatul. A háború utáni évek megtolásában pedig 10 ezer magyar nőt, gyermeket zártak koncentrációs táborokba a Vajdaságban. Erre emlékeztetett a Pécsi Remény útja felvonulás hétfőn. Táblákat vesznek elő az autóból a Rákóczi Szövetség és a Kosztolányi Céltársulás tagjai a pécsi Kossuth téren hétfőn. Zsabja, Gádor, Szabadka, Úbecse, ezek a településnevek a délvidéki magyarok lemészárlására emlékeztetnek. A népirtást hajtottak végre 1944. novembere, illetve 1945 tavasza között a Bácskában, a Vajdaságban, illetve Jugoszláviának a magyarok lakta különböző területein. Ennek a népirtásnak mintegy 40-50 ezer magyar és legalább ugyanekkora számú német polgári lakos civil áldozat esett áldozatul. Szerb partizánok, illetve a Vajdaságban élő szerbek írtották a magyarokat és a németeket. Koncentrációs táborokat is létesítettek. Ezek 1948-ig működtek a területen. Az áldozatokra emlékeztek hétfőn középiskolások részvételével a civil szervezetek és az önkormányzat szervezésében. Pécs városában is emlékezzünk meg az 1944-45-ös délvidéki mészárlás magyar áldozatairól. A Remény útja és a Remény sétája elnevezésű rendezvény keretében vonulunk fel a Kálvária dombhoz fiatalokkal együtt, és emlékezünk erre a történelmi tragédiára. Immár 3. éve tartják meg a Remény útja elnevezésű rendezvényt. A városon átvonulva emlékeztetnek a délvidéki megtorlás több tízezres magyar áldozatára. Az eljegyzéstől a NASZ útig megpróbáltak minden szolgáltatást egy helyre sűríteni a szervezők az idei esküvő kiállításon és vásáron. A Tudásközpontban 47 standnál várták az érdeklődőket szombaton és vasárnap. Esküvői ruhaszalonok, fotósok, rendezvényhelyszínek és utazási irodák vonultak fel egymás mellett, hogy kínálatukat bemutassák. Az idei volt a 15. ilyen bőrze Pécsen. Még mindig a fehér színű menyasszonyi ruha hódít. A választásban szempont, hogy hol lesz az esküvő, de a hölgyek egyre többet adnak a kényelemre is. Az esküvő kiállításra már szombat reggel sokan érkeztek. Ennél a szalonnál is sorban álltak az érdeklődők. Az üzlet vezetője szerint jó az, ha a menyasszony előre tudja, milyen ruhát szeretne. De a döntésben ők is készségesen segítenek. Igaz, hogy sokan úgy jönnek, hogy az interneten kinéznek egy fazont. Ez részben jó, részben nem jó, mert az ő alakjuk, az ő méretük lehet, hogy eltér attól, amit ők kinéznek. Mindig mondom, hogy fel kell próbálni
többféle fazont, és akkor ők saját szemükkel meg fognak győződni arról, hogy mi az előnyös. És a férfi öltönyök esetében is sok minden változtatható. Így a szín, a fazon és a méret is. Ebben is segít a szalon, ahol megvásárolhatjuk, vagy ki is kölcsönözhetjük a ruhát. Nem csak az esküvői ruha kínálatból volt nagy választék itt a Tudásközpontban a hétvégén. A 15. esküvő kiállításon és vásáron az eljegyzéstől a nászútig minden szolgáltatást megtalálhattak a látogatók, mondja a szervező. Azért szeretik a látogatók is az ilyen kétnapos rendezvényeket, mert nagyon sok szolgáltatást találnak meg egy helyen, ugye mindent egy helyen, ilyeneket is szoktunk mondani, ami azt jelenti, hogy tényleg körül tud nézni, esetleg döntést tud hozni véglegeset, mert azért egy ilyen lakodalmi procedúra, esküvői procedúra azért nagyon sok szervező munkával jár a pároknak is, és itt megkönnyítjük a döntésüket. Szombaton és vasárnap közel 2000 látogatót vártak a rendezvényre. Bővítik a bölcsődei férőhelyek számát, 2020-ra 33%-kal, összesen 60 000-re növelni a kormány, jelentette be a családi ifjúságügyekért is felelős államtitkár. Novák Katalin kiemelte, január 1-e óta már nem csak a 10 000 lakosúnál nagyobb településeken kötelező bölcsödét működtetni, hanem ott is, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él, vagy van legalább 5 olyan gyerek, akiknek a szülei igénylik ezt az ellátást. A bővítéshez 2020-ig mintegy 100 milliárd forint fejlesztési forrást irányoztak elő. Az ellátás típusa is bővült, már munkahelyek is működtethetnek bölcsödét, ehhez támogatásért pályázhatnak a cégek. Nem járt a komp Mohácsnál a Dunán, szombat délután állították le a hajóforgalmat. Az átkelő autósok és gyalogosok is használták volna, de az üzemeltető szerint az erősödő jégzajlás miatt indokolt volt a zárlat. A jégtáblák ugyanis veszélyeztetik a hajók biztonságos közlekedését. Szombaton délután 3 órától nem csak a komp, hanem a kis hajó sem járt, így a Dunán-Mohácsi szakaszán a gyalogosokat sem tudták átvinni a folyón. A helyiek közül többen a nem tetszésüket fejezték ki emiatt. A komp egyébként hétfőtől ismét közlekedik. Túl van egy kis gazdaságunk, apró jószágok, etetni, itatni járunk, járnánk. Most a mai napon nézzen hátra, a Dunán nincs 20%-os jégzajlás, 20 nincsen. A múltkor volt 60, akkor járt a komp, most 20% van, nem jár a komp. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Szeméttel, műanyaggal és gumival fűtenek többen Szekszárdon, pedig ez tilos, bírság járhat érte, sőt a katasztrófa védelem meg is tilthatja a kémény használatát. A szemét égetése ráadásul nem csak törvénytelen, de gyakorlatilag minden 5. embernél felerősítheti az allergiás betegségek tüneteit. A szemét füstje különösen a gyermekekre és a krónikus betegségben szenvedőkre veszélyes. Vegyes tüzelési kazánjukba gyújt be a Decsi Tóth Sándor. Ő és a feleségek korábban nyilatkoztak nekünk egy fűtéssel kapcsolatos riportban. Azt mondták, vegyesen használnak tűzifát és gázfűtést is. A gáz az kényelmesebb, ha esetleg elmegyünk hazulról, hogy ne hideg lakásba jöjjünk haza. Hát egy kicsit még talán a fa olcsóbb. Füstölő kémények Szekszárdon, ezek a felvételek alig egy hete készültek. A hideg miatt reggeltől estig szinte minden házat folyamatosan fűtenek. A képeken látható fehér füst azt jelzi, hogy a kazánban, kandallóban vagy kályhában jó eséllyel fát vagy szenet égetnek. Sok szekszárdi kéményéből viszont esténként fekete színű füst jön ki, mert a házban műanyaggal vagy gumival fűtenek. Ezt az idei évtől a kéményseprésért felelős megyei katasztrófavédelemnél is tapasztalták. Azok a tapasztalatok, hogy sokan nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, illetve az is tapasztalat, hogy nem mindenhova tud a kéményseprő első alkalommal bejutni. A tüzelőnek használt gumi és műanyag rengeteg kátrányt bocsát ki magából, ami lerakódik a kéményekben és meg is gyulladhat, később akár komolyabb tüzeket is okozva. Csak idén emiatt kéménytűzhöz már 9-szer kellett tűzoltóknak vonulniuk Tolna megyében. Az allergiás tüneteit az azonnal ronthatja. Nem csak tüzet és súlyos, több millió forintos károkat okozhat a gumi és a műanyag tüzelőként való elégetése, hanem komoly egészségügyi gondokat is, például a füstöt belélegző szomszédoknál és a környékbelieknél. A közelben lévőknek ez egy légszennyezettségi terhelést okozhat, elsősorban allergiát válthat ki, illetve hogyha valaki allergiát betegségben szenved, azt ronthatja. Hát mindenféle szívérendszeri betegséget felerősíthet, hőrkurutot is,
különösen kisgyermekeknél, krónikus betegeknél, időseknél veszélyes ez. Ezek a betegségek nagyon sok embert érintenek, az allergia például nagyjából minden ötödik magyart. Bejelentést a járási hivatalnál vagy a katasztrófavédelemnél lehet tenni. Ebben az esetben a járási hivatal megkeresi a katasztrófavédelmi igazgatóságot, hogy az égéstermék kivezető, vagyis a kémény, az bejelentette, illetőleg megfelelően ellenőrzötte, amennyiben nem, akkor a katasztrófavédelmi igazgatóság megteszi a szükséges intézkedéseket. Ebben az esetben a katasztrófavédelem akár meg is tilthatja a kémény használatát, erre tavaly példa is volt Tolna megyében. Elsüllyedt a Gerjen és Kalocsa között közlekedő komphajója, egy búvár csapat állapítja meg, hogy szándékosan süllyesztették el, vagy a fagy okozta a szerencsétlenséget. A hajó elsüllyedése legalább 20 milliós kárt okozott a gerjeni önkormányzatnak, csak a hajó kiemelése 6 millió forintba kerül majd. Elsüllyedt a Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp hajója. Ezeken a képeken jól látszik, hogy már csak a hajó árbóca látszik ki a vízből. A helyszínre érkező szakemberek első lépésként egy speciális kamerát juttattak a víz alá, hogy megtalálják a jég alatt a kötelet és ki tudják emelni a hajót. Majd a búvárok fogják feltárni, hogy milyen formában tudják a daruköteleket aláhúzni, és majd utána eldöntik, hogy milyen teherbírási darut kell idehozni, és megpróbálják kiemelni partra, és akkor tudják feltárni pontosan a süllyedés okát. A Révészek Országos Egyesületének elnöke elmondta, nagy veszélybe vannak a hajók a fagy miatt, ezt a balesetet is a fagy okozhatta, de a szerencsétlenség okát még vizsgálják. Egy szekszári búvárcsapat jön ki, és megnézik gyakorlatilag, hogy milyen típusú kár keletkezett a hajón. Megnézzük, hogy a hajótest adott esetben sérült-e, tehát egy külső behatás következtében süllyedt a kis hajó, vagy pedig belső probléma okozta. Tehát jelenleg azt nem tudom megmondani, hogy mi okozta a kis hajónak az elsüllyedését, illetve azt sem tudjuk még jelenleg megmondani, hogy milyen károkkal kell számolni. Az eset azért is érdekes, mert a komp üzemeltetését napokkal korábban vette át az önkormányzat. Én nem gondolom, hogy ennek bármilyen összefüggését kellene keresni, vagy lehetne keresni. Hát most fogalmazhatok úgy, hogy talán szerencsétlenség, igazából nem tudom ezt konkrétan megmondani. A történtek miatt a rendőrség és a katasztrófa védelem is helyszíni szemlét tartott, így a polgármester abban bízik, hogy napokon belül megtudják a süllyedés okát. Romhányi Károly bízik benne, hogy a hajó biztosítása fedezi a károk egy részét, már fel is vette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal. A hajó elsüllyedése legalább 20 milliós kárt okozott a gerjeni önkormányzatnak és falunak. A jég csúszik, az ütközések pedig veszélyesek, de aki egyszer kipróbálja, azután nem tudja letenni az ütőt, így vélekednek a kaposvári fiatal jégkorong játékosok a sportágról. Hazánkban is egyre népszerűbb a sport. A Magyarországon immár 90 éve hivatalosan jelenlévő sportágat minden évben január 21-én meg is ünneplik. A Magyar Jégkorong Szövetség célja, hogy tovább népszerűsítsék az egyre színvonalasabb hazai jégkorongot. Nagy ütések, pontos célzás és jó koordinációs készség, ezek a jégkorong alapjai, a sportág pedig egyre népszerűbb a fiatalok körében Kaposváron is. Nagyon jó, általában így összeszoktunk már, összeszokott a csapat. Hangulat az nagyon jó, van amikor kifáradunk, akkor néha rosszabb lesz, de nagyon jó igazából. Ádám csapatkapitányként úgy véli, mindig a győzelem a célja egy-egy mérkőzésnek. A gólöröm. Az egyik legjobb érzés. A jégkorong azonban elég veszélyes sportág, vélik a gyerekek. Megfelelő felszerelés nélkül pedig nagy sérüléseket lehet szerezni, hiszen hatalmas erővel ütik meg a korongot a pályán. Először is van a sisak, szerintem a legfontosabb, mert hogy a fejet azt mindenképp védni kell. Van mellvédő, a nyakvédő, könyökvédő, kesztyű. Nem csupán a fiúk, hanem a lányok körében is egyre elterjedtebb sportág a jégkorong. A kaposvári sportiskolák hokisai között a lányok is nagy eredményességgel szerepelnek a mérkőzéseken. Van, aki a testvére miatt választotta a sportot. Mert ugye a bátyám is jégkorongozik, és hát nekem is nagyon megtetszett mindig, és mindig itt voltam edzéseken, amikor ő is itt volt. A korosztályoknál azonban eltérő egy-egy edzés, ezt már Zsigmond Imre vezetőedző mondta. A legfiatalabbaknál az hangsúlyot szeressék meg a játékot, ez sikerül is, mert nagyon-nagyon megszeretik. Ennél a korosztálynál, amelyik most a jégen van, ezek már taktikát is tanulnak. A felkészülések és a tréning pedig mindig meghozza az eredményt, tette hozzá a vezetőedző. Kaposváron is egyre népszerűbb a jégkorong, egyre több gyerek jön jégkorongozni. Azt is elmondhatjuk, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, főleg ez az év, ez nagyon sikeres év.
Hazánkban egyébként immár 90 éve játsszák a jégen ezt a sportot. 250 fős szurkolótábor buzdítja majd a világ egyik legrangosabb szakácsversenyén a magyarokat Lyonban, a Bocuse d'Oron. A január 25-én rendezendő világversenyen Szél Tamás képviseli hazánkat. Ő az, aki megnyerve az európai selejtezőt felhívta a világ figyelmét a magyar gasztronómiára. A világdöntőt a Sirák Nemzetközi Szálloda, Vendéglátás és Élelmiszerkereskedelmi Expón rendezik. A neves szakvásáron bemutatkozhatnak a legjobb magyar borok és a kiváló hazai séfek, köztük Jani László, a Balaton szemesi kis tücsök szakembere is. Büszkeséggel tölti el a kis tücsök tulajdonosát és dolgozóit, hogy az étterem séfje, Jáni László, már meg is kezdte az előkészületeket Lyonban, a Sirha gasztronómiai vásáron. A magyarok presztízsét emeli ugyanis, hogy a VIP részlegben a világ legnevesebb szakemberei, gasztrobloggerei és újságírói előtt is bemutatkozhatnak. Itt tart majd több kóstolót a balatonszemesi séf. Egészen szerdáig, a Bocuse d'Or verseny végéig, mert azzal zárul a kiállítás, addig minden nap, és úgy lesz, hogy naponta háromszor két óra kóstoltatás lesz, és ebben az időszakban fogják akkor a magyar séfek, egyébként más éttermek séfé is lesznek, viszünk ki rengeteg magyar bort, viszünk ki rengeteg magyar alapanyagot, és ezeket fogjuk kóstoltatni. A balatoni vendéglő tulajdonosa egyben a magyar Bocuse d'Or alelnöke is a napokban utazik a franciaországi rendezvényre. Csapodi Balázs szerint Szél Tamás és csapata az első hat hely valamelyikére esélyes. A döntőt egyébként sokan végig fogják szurkolni. Több százan jelentkeztek egy internetes felhívásra Druckernek. Már több mint 200 regisztráció volt rá, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy így a kollégákkal, az akadémia tagjaival, barátink és ezekkel a szurkolókkal kiegészítve biztos, hogy egy 250 fő szurkolótábor segíti Tamást a sikeres szereplésben. Szakemberek szerint a gasztrosikerek egyre inkább ráirányítják a figyelmet a hazai vendéglátásra. Jóval több fiatal jelentkezik most szakácstanulónak, mint az elmúlt években. Kostyák Gábor, a siófoki piroska csárda séfje, 2010-ben nyerte meg a Bocuse d'Or hazai döntőjét, és részt vett a szakácsolimpián is. A versenyen, amiket használtunk, alapanyagokat, technikákat, tehát azt átvinni a mindennapokba. Tehát akár az étlapunkba, akár a napi ajánlatainkba, tehát ez mindenképpen. A konyha művészet folyamatos felkészülést igényel, tette hozzá Kostyák Gábor. A siófoki séf úgy véli, mindig vannak trendek, amelyeket követni kell. Például betették az egyik főjelemnek a vegetáriánus ételeket, tehát eddig hal volt, és valamilyen vagy vad, vagy szárnyas, tehát most például vegetáriánus ételt kell, hogy készítsenek. A Bocuse d'Or a világ egyik legrangosabb szakácsversenye, amelyet két évente rendeznek meg. Nem csak a szakma színejava képviselteti magát a rendezvényen, hanem rendszerint az a mintegy 7 millió gasztroturista is, akiknek nemzetei részt vesznek a megmérettetésen. Híradónk végén a fő témáink még egyszer röviden. Áfacsökkentés kérdésekkel vendéglátósokat tájékoztattak a Pécsi Kereskedelmi Kamaránál. Sólyom Katalin kapta a Tüke díjat, egy civil szervezet munkáját is elismerték szombaton. Nem járt a komp a hétvégén, erős volt a jégzajlás Mohácsnál. Az eljegyzéstől a Nászútig felsorakoztak a szolgáltatók az esküvő kiállításon. Kedden sok lesz felettünk a felhő, de néhol az északi megyékben már felszakadozhat a felhőzet. Pára, köd, zúzmarás köd továbbra is előfordulhat. Észak-nyugaton megélénkül az északi a szél. Hajnalban mínusz 9, mínusz 7, délután mínusz 5, mínusz 3 fok várható. Mára köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!